2022 a meglepetések éve itt a Balatonon, hát vagy legalábbis, hogyha a versenyeket tekintjük, mert amikor eltűnt a Blackjack, de megérkezett a Team Kali, akkor mindenki azt mondta, hogy vajon mi fog történni ebben az évben. Roland Gebler helyett egy nagyon hasonló kormányos ült be a egykori Blackjackbe, csak egy kicsit alacsonyabb és sokkal inkább nő. Virág Flórának hívják, akinek rengeteg tapasztalata van egyéb iránt a katamaránban és nemzetközi versenyekben, hisz mi nakrás versenyző korodból ismerjük egymást. És hát most már a Team Kali csapatát erősítitek mindannyian, több csapattárs csere is történt, viszont úgy tűnik, hogy az eredmények azok folyamatosan jók. Most itt vagyunk éppen a Kék Pántlikán, a mai nap pedig a horvát Boldizsár emlékversenynek volt szentelve, legalábbis a nagyhajók és a felnőttek világában, szintén elvittétek az első helyet. Hát talán kezdjük éppen ezzel. Legutóbb a Pünkösdi regattán beszélgettünk hosszasan, a Pünkösdi regattát is megnyertétek, azóta volt jó néhány verseny, és rengeteg edzés, több vitorlázóval volt szerencsém az elmúlt hetekben beszélgetni. Ők azt mondták, hogy az a titok, hogy itt a Balatonon senki nem tart annyi edzést, mint ti a Team Kálival. Hogy érzitek magatokat néhány nappal a kék szalag előtt? Ja, nem mondanám azt, hogy olyan komoly programot csináltunk, hiszen a korábbi években sokkal több edzést fektetett bele a Blackjack csapat. Idén most azt az utasítást kaptuk a szponzorunktól, a névadónktól, dr. Kári Nagy Gézától, hogy idén ne feszüljünk rá, hanem élvezettel vitorlázzunk, és hozzuk ki magunkból a maximumot. Emiatt egyébként sokkal kevesebb napot töltöttünk a vízen az előző évekhez képest. Más csapatok szintén sokat edzettek egyébként, úgyhogy nem mondanám azt, hogy mi sokkal többet edzettünk, mint a többiek. Viszont nagyon hatékonyan töltöttük mindig a vízenlétet, és az edzéseken is, meg a versenyeken is rengeteget fejlődtünk edzésről, meg versenyről folyamatosan. És szerencsére a szél is olyan volt, hogy az is fokozatos volt, hiszen itt a felkészülésünk végén volt az utolsó két versenyünk, ahol ugye erős szél volt az ezüstszalag, meg a mostani verseny, és mind a kettőn nagyon jól tudtuk vinni a hajót, és ez sok vízen töltött óra kellett. Tisvó, te ott voltál már akkor is, amikor más neve volt a hajónak, hogyha jól emlékszem. Új a csapat, a hajó viszont a régi. Milyen a vitorlázás? Nagyon jó a vitorlázás, ez mindig nagyon jó. Azért nem teljesen új a csapat, tehát a beleőrső is még a fönn volt a hajón, de igen, újak vannak. Azt mondom, hogy a fő posztokon ott azért nem változott annyira a csapat, és ez a lényeg, hogy így nagyon jól tudjuk vinni a hajót. Van egy nagyon jó kormányosunk, nagyon jó összeszokott a csapat, úgyhogy ezért jönnek is az eredmények. Őshöz fordulok, mert hogy általában ugye Flórával szoktunk beszélgetni a Team Kali-ról, és hát engem mindig érdekelnek ezek a kis kulisszatitkok. Tehát ugye Flóra a kormányos, az egyedüli lánya hajón, és én azt tudom még annak idején a nakrás időszakából, hogy mosolygunk, el vagyunk, ide sétálunk, oda sétálunk, lány vagyok, de amikor viszont ott a rajtvonal, akkor kőkemény minden. Hogy érzitek magatokat a hölgytársaságban? Jól érezzük magunkat Flórával természetesen, nagyon kedves lány, és a kormánynál is jól viselkedik. Hát azért van egy generációs korkülönbség közöttünk, tehát a csapat és a Flóra. A csapat jóval idősebb tagokból áll, a Flóra fiatal hozzánk képest, de nagyon jól teszi a dolgát, és elfogadtuk, abszolút beilleszkedett, úgyhogy egy nagyon jó kis csapatot alkotunk együtt. Májó, te is most csatlakoztál, úgy tudom, a Team Kálihoz már. Hogy jött a választás? Vagy hogy érkezett a felkérés? Tavaly ősszel Rozsdával beszélgettünk a parton, és egy ilyen alkalommal megkérdezte, hogy elviekben lenne kedvem csatlakozni a csapathoz. Két nap múlva újra beszéltünk telefonon, és azt mondtam, hogy nagy örömmel. Igen, én trimmeri pozícióban vagyok a hajón újként, ugyanakkor a stábtagokkal régóta ismerjük egymást, Tisót névről, arcról, a többieket pedig személyesen ismertem régóta, úgyhogy részben újként, részben régi ismerősként vagyok a hajón, hogy így mondjam. És te honnan érkeztél a Team Kálira? Hát, engem Sallai Gabó hívott el, hogy ha van időm, és esetleg valaki kiesik a csapatból, akkor jól jön egy plusz ember, aki tartalék. És most így több versenyen mentem már, és tanulom a dolgokat.
És úgy látom, hogy nagyon hatékonyan tanuljátok a dolgokat. Az imént Kaiser Kristóffal volt szerencsém beszélgetni, és őt elkapta a romantika itt a kékpántlika ügyében, mert hogy ő versenyzett még annak idején a kékpántlikán. Flóra, te mentél a kékpántlikán? Milyen volt? Én egyszer voltam még optimisztel, szintén az első szezonomban, amikor elkezdtem már versenyezni. Még úgy emlékszem, hogy egész jól is mentem ahhoz képest, hogy friss voltam. És hát ugye mielőtt te beültél volna, hogyha jól emlékszem, a Team Káli kormánya mögé, akkor azelőtte edzéseket tartottál ugye a katamarán suliban. Hogy látod az utánpótlás helyzetét? Milyenek most a fiatalok? Vagy legalábbis nálatok milyenek a fiatalok, mert a táborok tudom, hogy tele vannak. Pontosabban tavaly lézeresedző voltam, idén most a Team Káli program mellett a kis nakrásokat is elvállaltam. Együtt visszük Lovas Zsolttal a csapatot, van 8 hajunk jelenleg, úgyhogy így van 16 gyerek, azért az nem kevés. Illetve ezekhez a hajókhoz kell, vagy szükséges már 2 motoros és 2 edző. Ugye a Káli program mellett most jelenleg kevesebb edzés jutott a gyerekeknek, mert sokszor mi voltunk. Aztán amikor nem volt Team Káli edzés, akkor meg a gyerekekkel voltunk, ez ment felváltva egész végig, és most majd a kék szalag után sűrűsödik be nekik a program. Vannak már olyan csapatok, akik mögött van 1-2 év, és ők már ügyesebbek is, és illetve a Litkei RP vezette csapatnál, akik ugye járnak világbajnokságra, Európa-bajnokságokra, ahhoz képest egyébként az itthoni versenyeken nagyon jól szerepelnek. A többiek még kezdők, hát mint a szerintem sokan tudják, azért a mai korosztálya nem olyan egyszerű, főleg az a 12 és 17 éves korosztály között, úgyhogy meggyűlik vele a bajunk, de mindenki egyébként jól érzi magát, úgyhogy igyekszünk a gyerekekből kihozni a maximumot. És még legvégül invitáltalak titeket, hogy szerdán érkezzetek ide egy kék szalag esélylatolgatásra, de nyilván van akinél a pihenés, vagy van akinél az átbeszélés a főszerep. Hogy telik az elkövetkezendő néhány nap a ti életetekben? Holnap még délelőtt edzünk egyet, illetve délután átbeszélünk mindent a kék szalaggal kapcsolatban, és a keddet meg a szerdát azt pihenőnek szántuk. Jó szelet kívánok nektek, találkozunk a szallagon, remélem még azért előtte is beszélhetünk. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük.